Dr. Szebenyei Zsolt az Aszódi járási hivatal vezetőjének meghívására Vécsei László Pest megye 4-es számú választókerületének országgyűlési képviselője, választókerületi elnök, Tóth Gábor Pest megye 5-ös számú választókerületének országgyűlési képviselője és Obrecán Ferenc Pest megyei területi listás országgyűlési képviselő látogatott el a közel fél éve nyílt Aszódi járási hivatalba. Mint ismeretes, mindhárom képviselő erős lobby munkája kellett ahhoz, hogy Aszód újrajárás központ lehessen. A hivatalvezető beszámolót tartott számukra az eltelt időszakról. Járási hivatal, az Aszódi járási hivatal nem tartozik a legnagyobb járási hivatalok körébe. 18 járási hivatal van Pest megyében. Az Aszódi járási hivatalban egy szakhatóságunk van, a gyámhivatal. Egy kirendeltséggel működünk Turán, a létszámunk közel 40 fő. A polgármesteri hivatal, Aszódi polgármesteri hivatal földszinti részében kaptunk teret, tehát itt van a járási hivatalnak a központja. A elhelyezkedésünket megpróbáltuk szakmailag az adottságokhoz úgy igazítani, hogy a legjobbat tudjuk ebből kihozni. De ahhoz, hogy ezen ezt a helyzetet ezt meg tudjuk valósítani, nagy támogatást kaptunk a Pest megyei kormányhivataltól. Az épületet korszerűsítettük, kulturáltabbá tettük, tehát az ügyfelek számára is egy picit komfortosabbá, és hogy a szakmai protokollnak is megfeleljen a működésünk, az irányában is történt egy némely átalakítás. A kormánypárti képviselők és a járási hivatal vezetője egyaránt sikerként értékeli, hogy az újonnan felállított járási rendszerben Aszód is helyet kapott, mint önálló járási központ. Aszódi lakosság is némi büszkeséggel van az irányában, hogy ismételten 1964-ben ugye megszűnt itt a járás, és hogy 64 után, tehát 2013. januárjában ismételten egy kiemelten fontos várossá vált, és járásközpontként tud működni. A kisebb települések is, kisebb településeken is hamar köztudomásra vált az, hogy itt az államigazgatási ügyek mely részét tudják itt intézni. De amikor a járási hivatalokat kialakították, akkor az elképzelések között szerepelt, ugye az alapvető cél az volt, hogy az állampolgárokhoz közelebb vigyék az államot. És ugyan 11 település tartozik az Aszódi járáshoz, viszonylag közel vannak ezek a települések, de egy némelyike azért mégiscsak ennek a körnek a szélén van. És ahhoz, hogy ezt a koncepciót, tehát az, hogy az állampolgárokhoz közelebb vigyük az államot, és ennek megfelelően el tudjunk járni, tehát ügysegédi szolgálatokat kellett kialakítani. A hivatal vezető jelenleg azon dolgozik kollégáival, hogy az Aszódi járási hivatalban a gyámügyi szakhatóság mellett a munkaügy is megjelenjen, hiszen ebből a térségből az amúgy is rossz anyagi körülmények között élő álláskeresőknek Gödöllőre kell utazniuk. Nagyon-nagyon fontos, ahogy tájékozódtam a foglalkoztatási helyzet, ahogyan a budapesti határtól, vagy agglomerációt elhagyva távolodunk, úgy romlanak a mutatók, tehát ez biztosan a mutatók alapján is nagyon indokolt lesz, hogy a foglalkoztatás politikának mondjuk egy ilyen megerősített pontja lesz a járásban, úgyhogy ezt azt hiszem, hogy minden erőnkkel, energiánkkal támogatni fogjuk. Én úgy gondolom, hogy közös, mindenki közös sikere az, hogy az Aszódi járás mint olyan ennyi esztendő után újra felállt, és gratulálok a hivatalvezető úrnak ahhoz a kis komfortot, hogy most másosként összeállt. Miniszterelnök úr Orbán Viktor közbejárására sikerült végül is a járás és a mi közös munkánk eredményeként abszolválni, vagy megvalósítani újra, és ez Aszód városnak történelmi hagyományai útján, illetve a térségnek úgymond, mondjuk ki magyarosan, járt ez a bizonyos státusz, hiszen ennek a térségnek az elsorvadása Gödöllő háta mögött az elmúlt évtizedekben
tulajdonképpen látható volt és megéltük. Ezzel paralel, hogy a aszódi járás fölállt, felértékelődnek az itteni lehetőség, úgy az egészségügy, az oktatás és egymás tekintetben is, amire a következő esztendőkben úgy hiszem, hogy okkal és joggal reménykedhetünk, hogy lesz módunk, hogy ezt a szolgáltatási oldalt fejlesztünk, és én nagyon bízom abban, amit a járási hivatalok koncepciójában eredetileg is megfogalmazódott, hogy minden olyan feladat, ugye a munkaügyi vonalakat, mint a földhivatalnak az illetékes részeit, de tántan állítás és egyéb más dolgokat, ami térben is logikailag belefér ebbe a keretbe, ide tudjuk hozni, hiszen nagyon-nagyon fontos lenne, hogy az évtizedes gödöllői hátsó udvarból önálló arculattal a szódjárás újra megjelenhessen. Dr. Szebenyei Zsolt elmondta, hogy jó kapcsolatot ápol az aszódi járáshoz tartozó 11 település vezetőivel, de fontosnak tartotta kiemelni, hogy a járási kirendeltségnek helyet adó Tura polgármestere kiemelkedő segítséget nyújt a hivatal számára. Külön kiemelném a járási hivatal tevékenységében nagy segítséget nyújtó, hát a képviselő urakon kívül természetesen a turai polgármester urat, mert bármilyen a kormányhivatalból érkező a kormányzati szándékot továbbító kérés megjelenik, ő mindig nyitott ez irányban. Tehát ő volt az, aki először felajánlotta azt az álláshelyet, ahol majd fog működni a munkaügyi, gödöllői munkaügyi kirendeltségének az ügysegédi szolgálata. És ő volt az, aki biztosította azt, hogy a kisgyermekes szülők is komfortosan tudjanak itt ügyeket intézni, és mind a járásszékhely épületében... A játszósarokra gondolok, képviselő úr, igen, és mind itt a járásszékhelyen, mind a turai kirendeltségen az ehhez szükséges összes tárgyi eszközt és a játékokat mindent a turai polgármester úr biztosítra. A játszósarok kialakítása mellett egyéb fejlesztéseket is véghez vittek a hivatalban, hogy az ügyfélfogadás gördülékenyebben folyjon. A különböző területen dolgozó ügyintézők saját telefonvonalat kaptak, így az ügyfelek már hatékonyabban tudnak telefonon is érdeklődni az őket érintő hivatalos ügyek intézésében. Az eddigi intézkedéseink, például ugye jelenlegi adottságunk, azok készen kaptuk ezeket készhez, és ezekben kellett némi átalakítást csinálni. Például egy olyan belső építészeti megoldást valósítottunk meg, amivel a gyámhivatalban az ügyintézés, ami azért a nagy nyilvánosságot kívánja kizárni, főleg az ilyen szenzitív ügyek intézésénél, megvalósítottuk azt a helyiséget, ahol az ügyintéző és az ügyfél ezeket az ügyeket nyugodtabban, közvetlenebbül tudja átbeszélni, illetőleg a tényállást valósan tudják feltárni. Mi gondoltunk ugye a kisgyerekek és szülőkön kívül még a mozgássérültekre is. Jelenlegi helyzetben azokat a megoldásokat tudtuk eszközölni, hogy a mozgássérültek, mozgássérült ügyfelek, hogyha kívánnak a járási hivatalba érkezni, de nem csak a járási hivatalban, most már a polgármester hivatalban is, mert egy épületben vagyunk, akkor ahhoz, hogy ez könnyebben tudjon számára a bejutás megvalósulni, ezért itt is egy ilyen kaputelefonrendszert léptettünk életbe. Biztonsági őr van az épületben, aki a vagyon és személybiztonságra tud felügyelni. Nem csak a kollégáinkat, hanem az ügyfeleknek a biztonságérzetét is növelendő. A külső-belső átalakítások mellett a struktúra is változott, hiszen az országosan kialakult rendszerhez kapcsolódva már Aszódon is hosszabb nyitvatartással működik az okmányiroda. Az a kormányzati cél, és ennek érdekében az egész struktúrát is úgy építették föl, hogy bárki bárhonnan államigazgatási ügyet kíván intézni, azt a kormányablakoknál megteheti. Na most ennek az előkészületeit már a járási hivatal is apró lépésekben, hogy felkészüljön mindennek a szakmai kihívásnak, és hogy ténylegesen az ügyfeleket ilyen módon szolgálja ki, már megtette, mert a február
elseje óta, ezért február elseje óta az okmányirodák reggel 8-tól este 8-ig tartanak nyitva. Hogy ebben az évben, illetve a jövő év elején történik teljes egészében Pest megyében a kormányablakok kialakítását, ez ugye financiális kérdés. Én bízom benne, hogy itt az Aszódi járási hivatalban is a kormányablak kialakítása. Én ugyan már láttam a terveket, de annak megfelelően a kormányablak kialakítása az meg fog történni. Obrecen Ferenc országgyűlési képviselő aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatosan, hogy a jelenlegi járási hivatal helyiségei elegendők-e ennyi szolgáltatás biztosítására. Amikor a járások kialakításáról volt szó, akkor előző körben megnéztük a volt járási hivatalnak az épületét, de hát azt nem lehet átalakítani, mert már könyvtár és másképpen használják, és felnevetődött a Nőtlen Tiszti Klubnak a lehetősége is, ami állami tulajdonban van. Ott a járási hivatal elképzelésünk szerint megfelelően ki lehetne alakítani, és még egy előnye van annak is, hogy elég nagy parkolóval rendelkezik, tehát akik ügyet intéznek, azok könnyen le tudnak parkolni, könnyen be tudnak menni. Tehát a hosszabb távon lehet, hogy el kell gondolkodnunk azon, azt támogatni, hogy a járási hivatal leváljon az Aszódi hivataltól, és egy önálló épületben önállóan jelenjen meg, ahol ugyanúgy lehessen intézni dolgokat, földhivatali dolgoktól kezdve, mindazokat a dolgokat, amik a kormányablakok keretében jövőben lehet intézni, sőt, még az épület elég nagy ahhoz, hogy a rendőrségnek is kellőképpen kialakított helyet tudjunk ott biztosítani. Az Aszódi járási hivatal létjogosultságát a statisztikák is bizonyítják, hiszen az eltelt fél évben gyámügyi ügyintézés 4888 esetben történt, hatósági ügyekben 4726, míg okmányügyekben 6140 ügyintézés történt. Együttesen közel 16000 ügyben járt el a járási hivatal, ami napi szinten több mint 100 ügyfelet jelent. Az okmányirodában elhelyezett elégedettségi kérdőívek eredményei pozitívak a magas ügyszám ellenére is. Az ügyfelek majd mindegyike maximálisan meg van elégedve a járási hivatal működésével, figyelembe véve a jelenlegi adottságokat, meg azt is, hogy ez egy induló hivatal. Tehát itt az ő megelégedettségüket ez nem negatív irányban befolyásolja, hanem tényszerűen kezelik azokat a helyzeteket, amikkel ők itt szembesülnek, és mi egyre inkább próbálunk mindig a lakosság kedvébe járni, hogy ténylegesen ne kelljen nekik sokszor, az ügyfeleknek ne kelljen sokszor befáradni a hivatalba. Nyilván vannak olyan esetek, aminél ez elkerülhetetlen, mert hogyha egy szabásértési ügyről beszélünk, ott a tényállás tisztázásához nem biztos, hogy elegendő, csak az egyszerű megjelenés. A beszámolót követően dr. Szebenyei Zsolt hivatalvezető végigkísérte a járási hivatal épületében a képviselőurakat. Bemutatta a hivatalban dolgozó kollégáit, a különböző ügyintézési területek helyiségeit. A legnagyobb gondot a gyámhivatal elhelyezése okozta, hiszen itt biztosítani kellett egy olyan helyiséget, ahol az ügyintéző négy szem közt lehet az ügyféllel. Mert a gyámhivatalnak azért szükséges az, hogy nagyobb csöndben, jobban odafigyelve vélhetően én kifogom... Intimitását azt mondjuk jobban biztosítaná. Hogy... Igen. De hát most a kezdeti leülés és a gépbekötések miatt kénytelenek voltunk így megcsinálni, és most majd egy picit átalakítjuk. Tehát vélhetően a gyámhivatal vezető és két gyámhivatali ügyintéző az ide be fog jönni. Tehát nekik az a nyugodtabb környezet azért az jobb, mint amit majd fogunk látni a nagy teremben. Most ez a két álláshely, ez a gyámhivatal, és amit meg tudtunk úgy csinálni, hogy ne kelljen nagy építészeti átalakításba itt belevernünk magunkat, ez az az üvegfal, tehát itt mögé tudunk menni. Itt van ez a tárgyaló. Igen, tehát ez a tárgyaló helyiség közelít ahhoz az állapothoz, ami szükséges ahhoz, hogy a gyámhivatali ügyeket lehessen intézni, de még itt hivatalon belül majd átszervezzük.
Igen, hát a felújításhoz hozzátartozott az is, hogy a mozgássérült bejárót megfelelő jelzőrendszerrel lássuk el. A Szódi járási hivatal és a polgármesteri hivatalba érkezni szándékozó mozgássérült ügyfelek ugye ezt a megfelelő csöngő kiválasztásával tudja jelezni az érkezését. A Szódi hivatalban egy kaputelefonrendszer működik, tehát ott közvetlenül tudunk jelezni, hogy vettük az érkezését, és rögtön érkezik a segítség. Egyéb iránt, hogyha a polgármesteri hivatalba csöngetnek, akkor a hivatalnak a biztonsági szolgálat, tehát ellátó személyzet jön, és egyből segítésbe kíséri, tehát nem kell az ügyfélnek itt hosszú ideig várni, vagy önállóan ezt a nehezen kezelhető kaput használni. A bejárás során a hivatalvezető megmutatta az okmányirodai helyiségeket is. A magas ügyszámból kifolyólag megoldásra vár az ügyiratok raktározása. Ugye nem szerencsés, hogy külön két irodában van az okmányiroda, hát majd mondom abban a nagy teremben a kormányablak, amikor megépül, akkor egyben lesznek, és akkor ide valamelyik osztályokat csak itt lehet elhelyezni. Az nekünk nagy probléma. Igen, nagy probléma az irat elhelyezés, mert csak az irodákban lévő szekrényekben tudjuk, mert nincsen nekünk sem a pincében használati jogunk. Az országgyűlési képviselők gratuláltak a járási hivatalvezető és kollégái eddigi kitartó munkájához, valamint megerősítették, hogy a továbbiakban is támogatni fogják az Aszódi járási hivatal további működését és fejlődését.